Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Ahogy a mellékelt ábra mutatja, betört a Mazda szélvédője. Kaptam egy követ, és 30 perccel később már ez a bő 30 centis repedés volt a szélvédőn. Nyilván szeretném kicserélni, viszont ott van a regisztrációs matrica kérdése. Valószínűleg ti is sokan úgy tudtátok, hogy ezt elég csak simán átragasztani, viszont nagyobbat nem is tévedhetnénk. Úgyhogy elmentem a Lepo 01 Kft-hez, ahol leposos volt, elmondta, hogy mi ezzel a helyzet, és mi a pontos teendő. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is! Mi a pontos szerepe ennek a matricának? Ugye az autón van rendszám elő, van rendszám hátul, van alvásszám, tehát mindenféle egyedi azonosítók. Miért van szükség még erre a matricára is? A regisztrációs matricát ugye 2004-ben vezették be, amikor az uniós rendszámokat lecserélték, vagyis a trikolor rendszámot ugye elkezdték lecserélni uniósra, akkor bevezetésre került, hogy két darab rendszám, illetve egy harmadik azonosítóval látják el a rendszámokat. Azért, hogy a cserélgetése, az autókra való felrakása az ne történjen meg, illetve amikor ellopnak egy autót, ugye nem olyan egyszerű csak átrakni a rendszámot, ezt a regisztrációs matricát azért nehezebb lenne pótolni, úgyhogy roncsolásmentesen nem is lehet levenni, így az autók mozgatása akár egy adott lopott autónak a eltulajdonított rendszámokkal sokkal nehézkesebb. Ez egy uniós előírás, illetve minden ilyen uniós országban bevezetésre került, akik ilyen rendszámot használnak. Mielőtt elkezdjük szídni az EU-t, ez igazából nekünk jó, mert teszem azt, hogyha nekem van egy szürke Priusom, és valaki egy lopott szürke Priust akar mozgatni, akkor nem elég csak a rendszámot lepattintania, hanem a regmatricát is át kéne nyalnia. Ha jól tudom, a matrica amúgy roncsolás nélkül szándékosan nem leszedhető, tehát a széle bekockásodik. Így van, ez egy olyan anyagból készült matrica, amit el lehet ugyan távolítani, valóban nagyon sok minden azonosító jel megmarad rajta, viszont a roncsolást nem lehet eltüntetni, mert egyszerűen felszakad az oldala, és látszik, hogy el volt távolítva, és vissza van ragasztva. Most ez az egyik leggyakoribb autósérülés, talán a szélvédő. Az ember egyszerűen nem tud ellene védekezni, akármilyen óvatos vagy, akármilyen szépen vezetsz, fölcsapja a kamion, vagy az előtted menő a követ, pak, megvan, reped, cserélni kell. Ez ugye így szabályos. De akkor most mi a tapasztalatotok jelenleg a szélvédősök irányából, és mi a tapasztalatotok a tulajdonosok irányából, hogy hogy járnak el ilyen esetekben? Ugye a szélvédősök úgy járnak el, hogy valóban betörnek ezek a szélvédők, autópályasérülés egyéb, ők eltávolítják nagyon profi módon ezt a matricát, vissza is ragasztják. Sok esetben nem történik meg a teljes tájékoztatás, ugyan e-mailben meg hasonlóan tájékoztatják az embereket, hogy regisztrációs matricát cserélik, de ő visszaragasztja. Látszólag minden jól működik, egészen addig, ameddig nem jön az első műszaki vizsga, vagy az első eredetiség vizsgálat, vagy akár egy közúti ellenőrzésnél, hogyha a rendőrség mondjuk a közlekedési hatóság embereivel vannak, vagy egy felkészült rendőr, az megmondja, hogy ez egy eltávolított és visszaragasztott. Ugyan megegyezik a két rendszámmal, az első hátsóval, de akkor is egy eltávolított és visszaragasztott rendszámról beszélünk. Nagyon fontos, amit most mondtál, hogy felkészült rendőr vagy felkészült vizsgáztató. Te most már hány éve vagy benne ebbe a gépjárművizsgáztatásban? Hát azért 28. Tehát közel 30 éve benne vagy, mondjuk ez pont csak 2004-től él ez a szabály. Mi a te tapasztalatod, akár a rendőrök, akár a vizsgabiztosok, vizsgáztatók oldaláról, hogy mennyire figyelnek erre, milyen gyakran világosítják fel a tulajt, milyen gyakran kérnek pótlást esetleg? A rendőrség ugye abban az esetben szokott főleg eljárni, amikor a hiánya van, amikor egyszerűen nincs meg ez a matrica valamiért. Vagy olyan szélvédőt cserélt, aki kivette a régi szélvédőt és kidobta a matricával együtt, ugye megsemmisítették, vagy egyáltalán nem is került a felragasztása, mondjuk amikor átrendszámozták, vagy új rendszámot kapott a jármű. Ez a rendőrség a műszaki vizsgánál, illetve az eredetiségvizsgálatnál, ott ugye fényképfelvétel készül magáról a regisztrációs matricáról is, amit ugye fel kell tölteni a központi adatbázisba. Ott egyértelműen látszik a regmatrica széle, hogy le lett szedve, vissza van-e ragasztva. Amennyiben ez látszik, úgy nincsen mérlegelési joga a vizsgabiztosnak se, meg az eredetvizsgálónak se, megjegyzés rovatba ezt meg kell tennie, amennyiben ugye rongálódott, akkor az eredetiségvizsgálatnál ez rákerül a hatósági bizonyítványra, a műszaki vizsgánál meg két hónap műszaki alkalmasságit kap,
egészen addig, amíg nem pótolja az ember, és nem rendelkezik egy új matricával, aminek a szélei, vagy bármelyik azonosítója nem olyan, hogy látszik rajta egy sérülés. Mi a pontos menet? Tehát oké, megkaptam a követ, fölhívom a szélvédősemet, és akkor utána az első utam az okmányirodába vezet, vagy még előtte érdemes elindítani a folyamatot? Igazából az lenne a legjobb, hogyha már megvan az időpont a regisztrációs matrica pótlásra, akkor az ember ugye elkezdi a regmatrica legyártását. Ez történhet úgy, hogy leszedi ugye a matricát, befárad az okmányirodába, minden esetben a régi matricával rendelkeznie kell, azon kettő darab fontos dolog van, az egyik a rendszám, a másik egy azonosító szám, aminek látszania kell, úgy kell leszedni, hogy ez azonosítható legyen. Egy genotárm vagy valamire ráragasztja az ember, befárad az okmányirodába, megcsinálja a legyártását, általában ez 8 napon belül megvan. És a szélvédőshöz célszerű már úgy érkezni, hogy a legyártott regisztrációs matricával és a szakember biztosan precízen föl tudja ragasztani. Mindenki föl tud ragasztani matricát, itt egyszer lehet próbálkozni. Igen, itt egyszer lehet próbálkozni, mert az nincs, hogy nem oda sikerült, mondjuk az utas elé ment pont, akkor azt újra kell ezt az egész procedúrát. Tegyük föl, hogy én most észbe kaptam, hogy a rohadt életben múltkor szélvédőt cseréltem, átragasztották, de nem szeretnék kockáztatni. Ilyenkor mi a teendő? Tehát hogy közlekedhetek az autómmal a legyártás alatt, miközben a matricám még legyártás alatt? Erről, amikor bejelentette az okmányirodába valaki, hogy a regisztrációs matricája sérült, akkor kap egy hivatalos papírt, és amennyiben a rendőr ez idő alatt megállítja, az kötelessége elfogadni. Ez egy legyártási igazolás, amiben leírják, hogy regisztrációs matrica gyártása folyamatban van, mintha egy első rendszámot elhagynánk, addig lehet járni, senki nem kényszeríthet arra, hogy ezért mondjuk az autót garázsba álljon 8 napig. Ezzel a papírral lehet járni regisztrációs matrica nélkül is. És hogyha megállít a rendőr, akkor megmutatom neki, hogy elnézést éppen készül. Tehát még mondjuk egy jogosítvány frissítés, vagy egy pontosan, kis jogosítvány. Pontosan, még a műszaki vizsgán is ugye ez bemutatásra kerül, beszkennelésre kerül, és akkor a vizsgabiztos nem keresi, mentesül ugye a 2 hónap alól, mert látszik, hogy itt minden folyamat ugye hivatalosan el van indítva, csak arra várunk, hogy megérkezzen a legyártott új matrica. Mondj nekem pár szót kérlek a retorziókról. Tehát, hogy ugye beszéltünk itt olyan esetekről, hogy nincs fent. Igen. Ez. A matrica, meg hogy mondjuk átragasztó van fenn a matrica, mire számíthatok, hogyha ezek vannak? Ha nincsen fent a matrica, és nincs meg mondjuk a kesztyűtartóba se, és egy közúti ellenőrzésnél, ott a forgalmi engedély azonnali elvétele az szinte biztos. Ezek után jön egy elég hosszadalmas dolog, mert megküldi a rendőrhatóság ugye az aktuális kormányablakba, a kormányablak hoz egy határozatot, a rendőrség is ad valamennyi büntetést. Ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor még egyéb büntetési tételre számíthatok? Igen, igen. Szóval ezek csak, amiket hallunk, ilyen 30 ezer forint környéki büntetések vannak, mert úgy vettél részt a közúti forgalomban, hogy a járműved valamilyen szinten nem volt alkalmas. Most persze ez csak egy matrica, de akkor se volt alkalmas, van büntetési tétele, mondom, ez ilyen 30 ezer forint. Plusz a fejfájás, hogy rohangálhatok. Így van, és addig valóban nem tudsz járni az autóval, mert azt a papírt nem tudod lebegtetni, hogy elvette a rendőr a forgalmidat, mert az egy egyszerű útvonalengedély, amivel haza tudsz menni, és utána várni kell egy határozatot, és azzal majd a legyártás után lehet újra visszamenni az okmányirodába, és kikérni a dokumentumokat. Nagyszerű. De mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk nekem szép kockás a széle, mert mondjuk igényesen átragasztották, és a tájékozott rendőr, aki képben van ezzel, ő mit lehet vele? Hát, Erre nincsenek visszajelzések, nem tudjuk, hogy mennyire tájékozott a rendőrség az irányba, viszont hogyha tájékozott, akkor ugyanaz az eljárás, mert ez egy eltávolított és újra ragasztott egyedi azonosító, végig is a rendszámhoz tartozó azonosítóról beszélve. Tehát, hogy hiába van az autón ugyanaz a rendszám, mint ami a matricán szerepel, felmerülhet annak a gyanúja, hogy lepattintott rendszám, átragasztott matrica. Többnyire ezt figyelmeztetéssel meg szokták úszni az emberek. Nem nagyon hallottunk még olyat, de valóban. Szóval ez egy figyelmeztetés, és felhívják a figyelmedet, hogy jó lenne ezt lecseréltetni egy olyanra, ami nem lett eltávolítva. Ugye itt lenne szerepe a szélvédősöknek, az összes ilyen cégnek, vagy maga, akik szélvédőt cserélnek, hogy hívják fel az ügyfelek figyelmét, hogy nem elég átragasztani, mert tényleg jól járnak-e, mert legalább el tud jönni, és nem az lesz, hogy egyből kiszúrja a rendőr, viszont intézze, kezdje el intézni ennek a pótlását. Ezt nehéz az embereknek közölni, mert mindenki azt mondja, hogy el kell menni kormányablakba, ide kell menni, oda kell menni, de akkor is ne a vizsgán, ne az eredet vizsgálaton, ne a közúton kelljen magyarázkodni. Amúgy ez egy 1550 forintos hatósági díjjal járó matrica pótlásról beszélve. 1550 forint frissíteni. Így van. Milyen jó lenne, hogy ezt ügyfélkapunk keresztül meg lehetne oldani. Hát igen. Egyszer csak bedobná a postás.
igen, előbb-utóbb majd biztos ez is meg fog történni. Néhány évtized is. Mert egy normális minőségű fényképpel ugye lehet, és itt azért szoktuk mondani, hogy amennyi mindenkinek van most már okostelefonja, meg hasonló, célszerű lenne ezt lefotózni és valahol megőrizni az albumokba ennek, mert azok az azonosítók, amik rajta vannak, hogy azok lehet, hogy a leszedésnél nem fognak látszani, viszont fényképen bemutatva és a maradványokat bemutatva ugyanúgy el fogják kezdeni a pótlását. Ellenkező esetben, mondjuk, ha nincsen meg, akkor nem gyártanak újat, akkor rendszámcsere jön. Most egy rendszámcsere anyagilag is mondjuk 8500 forint, de hogyha volt rajta autópályamatrica, akkor el kell menni a valamelyik kirendeltségre, el kell menni az önkormányzathoz útvonal, vagy a parkolási engedélyt ugye megváltoztatni. Szóval ez egy sokkal nagyobb macera, ha nincs meg. Tehát elmondhatjuk, hogy nem is annyira az anyagi visszatartó erő, hanem inkább a belejáró járulékos szívás és fejfájás az, ami miatt erre érdemes odafigyelni. Igen.